A stúdióban tehát Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár. Kezdjük, jó estét kívánok. Államtitkár azt mondja, hogy nagyon sokféle számot, illetve megfogalmazást hallhattunk az elmúlt napokban a pedagógus béremeléssel kapcsolatban. Kérem, mondjál pontosan, hogy ki, mikor, és természetesen a legfontosabb, mennyi béremelésben részesül majd. Minden pedagógus, tehát kiterjesztettük a béremelést a pedagógiai szakszolgálatoknál, a szakmai szolgáltatásoknál és a gyermekvédelmi intézeteknél pedagógus munkakörben dolgozókra is. Így jön ki az a több mint 150 ezer pedagógus, aki valódi effektív béremelésben, mi több jövedelem növekedésben részesül. Ez új elem, hiszen ez az utóbbi három kategória a törvény eredeti szövege szerint csak késve kapott volna béremelést, tehát ez egy nagy pozitívum. Összesen a számok, hogy önmagáért beszéljenek, itt nem számháború folyik, hanem félremagyarázás. Olvastam és hallottam a mai nyilatkozatokat, megint elhangzott az, hogy évek óta ígérgetjük. Kérem, ebből egy szó sem igaz. 2011-ben törvénybe foglaltuk, hogy lesz pedagógus béremelés. Aztán a gazdasági teljesítmény az országnak nem úgy alakult, ahogy ezt a kormányzat tervezte, ezért úgy tűnt föl, hogy tavaly ez meginog. De akkor sem vonta vissza a kormány, hanem minden nyilatkozat arról szólt, hogy ahogy az ország gazdasági teljesítő képessége megengedi, meg fogják oldani a béremelést. És olyan körülmények között, amelyben az ország jelenleg van, ez igenis neveléstörténeti jelentőségű, hiszen ilyen mértékű béremelés nem volt a közelmúltban. Volt való igaz 2002-ben egy 50%-os béremelés, amelynek az állandóságát, értékállóságát nem biztosították, és két év alatt körülbelül az infláció el is vitte. Ez most egy olyan béremelés a pedagógus élet pálya részeként, amelynek az értékállósága biztosítva van, mert a mindenkori minimálbérhez kötöttük az alapját. Mi több, a kormány úgy döntött, hogy jól lehet, az ország teljesítménye nem teszi lehetővé, hogy mindazt, amit a törvénybe foglaltunk, most megadjuk, de ezt további részletekben meg fogja adni. Ezért nem felel meg a valóságnak az, hogy a kormány nem teljesítette az ígéretét. Tavaly október óta megismétlem minden nyilatkozat, én magam itt ebben a stúdióban is többször elmondtam, hogy nagyon bízom a pedagógus béremelésben, reménykedem benne, de mindig hozzátettem én is, hogy tisztában vagyok azzal, hiszen látom, hogy mi van körülöttünk a környező országokban, hogy erre biztos garanciát nem lehet mondani. A nyár derekára ígértük a döntést, ez is megtörtént. Bocsásson tehát, meg, ne haragudjon, de nyilván ami a legtöbb embert érdekel, vegyünk egy nettó 100 ezer forintos fizetésű pedagógust. Neki mennyi lesz az a jövedelme októberben, januárban és majd jövő ősszel? Mert ez a legfontosabb kérdés ebben. Mennyi időnk van, mert annyi példám van, nagyon, hogy mindig nagyon-nagyon kevés időnk van. Egy főiskolai végzettségű kezdőtanár most 122 ezer forint ott keres. A béremelés, ez mind bruttó, a bértáblákon mindig bruttó szerepel. Ez bruttó 154.640 forintra emelkedik, 32.640 forint növekedés, de mondok ennél sokkal nagyobb számot. Főiskolai végzettségű, 9 éve pályán levő általános iskolai alsótagozatos tanító növekménye 61.632 lesz. Egy másik kategóriában 55.867, 39.900, 68.337, 67.410, minden pontosan ki van számolva, és mindezt közöljük, ahogy időnk engedi, mert a tegnapi nap is a számolásokkal telt, a hétfői kormánydöntés értelmében. Ez igen jelentős summa, még akkor is, hogyha ez bruttó értendő, de van egy másik listám is, ahol azt néztük meg, hogy miután valóban túlóra pénz nem lesz jövőre, de ez nem egy járandóság, ez mindig úgy alakult az iskolában, hogyha több órája lett egy pedagógusnak, mint a kötelező óra. Bocsánat, egyébként az előbb felsorolt számok az első lépésre vonatkoztak. Azok az első lépés, és csak az alapbérre. De megnéztük azt is, hogy akinek eddig túlórája volt, vagy esetleg lenne, de ez a fogalom kivonult a törvényből, minden egyes esetben 46 ezer, 46 ezer, 42 ezer 500 forint, 53 ezer, 31.571 forintos növekményt jelent. Összesen 1000, hogy pontos legyek, 1457 olyan esetet találtunk, ahol nem lesz növekmény,
Itt viszont az a helyzet, hogy az önkormányzatok olyan óriási összegekkel pótolták ki a törvényben előírt fizetéseket, megjegyzem, erre meg volt a lehetőségük, és a továbbiakban is meg lesz persze, hogy itt olyan végösszegekkel jöttek ki, hogy mondok egy példát, nem nevezem meg a települést, a konkrét személy, konkrét példa van, mögötte csak a pótléka, a kiegészítés, amit az alapbérére kapott, 507.113 volt, ami hát az alapbérével együtt jóval 700.000 forint fölött van. Most erre sosem vállaltunk garanciát, hogy ezeket a horribilis önkormányzati pótlékokat, ez 1457 embert jelent, tehát esetükben valóban nem lesz növekmény, de ahonnan eddig a kiegészítéseket kapták, lehetséges, hogy kapnak, és ebben a számításban nincsenek benne a vezetői pótlékok, osztályfőnöki pótlék, munkaközösség vezetői pótlék, mert az sem igaz, amit az egyik nyilatkozatban olvastam, hogy a pótlékok megszűnnek, nem szűnnek meg, csak a körük egy kicsit szűkülni fog. A korábbi beszélgetést ön is végighallgatta itt velem. Az önökkel egyébként, illetve az önök politikájával leginkább kritikus PDS vezetője Mendrei László azt mondta, hogy még üdvözölnék is a béremelést, hogyha mondjuk kiderülne, hogy ezek körébe beletartoznak például az óvónők. Akkor ezt beletartoznak, természetesen. Az óvónők is megkapják ezt. Az óvónők is, így van. Hát azt mondtam, hogy minden iskolában, lehet, hogy az óvodát nem tettem hozzá, akkor ez az én hibám volt, de minden pedagógus, szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás és gyermekvédelmi intézmény, tehát minden pedagógus, magától értetődik, a magániskolák is. Na ez is egy másik ilyen szörnyűség, amit olvasok, hogy honnan teremtik majd elő a magániskolák meg az egyházak, sehonnan, mi fogjuk fizetni, benne van a törvényben. Tudja, ebben a világban azért az eléggé hát már mulatságos kezd lenni, hogy másfél éve törvénybe iktatott paragrafusokat úgy tüntetnek fel sokszor, mintha nem lenne igaz, vagy nem tudnák, hogy mégpedig felelős nyilatkozók. Ez az, ami egy kicsit elgondolkodtató, hogy akiknek azért mégis az lenne a munkájuk, mint ahogy azt is egy kicsit furcsálom, hogy egy szakszervezeti vezetőnek nincs arról fogalma, hogy körülbelül mennyi pedagógus van. 160.000 az óvónőkkel együtt durván az teljes iskolarendszerben mindenki megkapja ezt az emelt bért. Szeptember 1-től, tehát október 1-én, és jövő szeptembertől jön a következő adat. Mi pedig köszönjük, hogy itt volt, mi meghallgatjuk természetesen az ön és a szakszervezetek véleményét is. Ez nem vélemény volt, ezek tények voltak, adatok voltak, kérem ezt mindenkitől, hogy így fogadja, ez már nem vélemény, hanem döntés. Köszönjük szépen, én hogy itt is volt. Köszönöm.